Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Károly Róbert király 1324-ben Budával azonos kiváltságokat adott Marosnak. Ez a városi rang a történelem viharaiban elveszett, és csak 1996-ban kapta vissza városi rangját a település. A 2021-es év kiemelkedő Nagymaros számára, hisz idén ünnepeljük várossá válásunk 25. évfordulóját. Ez alkalomból időkapszulát helyezünk el itt, a főtéren. Kérem, hallgassák meg Heinzinger Balázs polgármester úr ünnepi gondolatait. Onnan jött ez az ötlet, hogy évekkel ezelőtt, amikor Nagymaros város katolikus temploma felújítása zajlott, akkor a torony keresztjében el volt helyezve egy időkapszula, amiről igazából nem tudott senki. Nagyon érdekesen és nagyon izgalmas volt mindazok a gondolatok, amik ott a múltban itt hagyott örökül az akkori egyházközségnek a vezetői, az akkori nevek, hogy kivel foglalkozott, mi volt akkor az egyházi feladat, hogy miket láttak el, és hogy kinek köszönhetik az éppen akkori felújítást, ezekről mind-mind olvashatunk. És itt jött ezzel is az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha idén ünnepelve a 25 évünket, elhelyeznénk egy olyan megemlékezést, egy olyan visszatekintést az elmúlt 25 évről, örökül hagyva a következő nemzedéknek mindazt, ami Nagymaroson történt. Egy külön számot jelenítettünk meg, hoztunk létre több hetes, illetve hónapos munkával. Itt elsősorban a Nagymaroson megtalálható múltani fejlesztésekről, az intézményeinkről, a sportegyesületekről, az egyházak, és mind-mind azok, amik nagyban befolyásolták a kulturális, a sport, illetve az identitásunkat erősítő tevékenységek, ezeket összegyűjtöttük. Nyilván mindent nem tudunk beletenni, előre is elnézést kérünk azoktól, akiknek esetleg a munkája most ebben a labban nem jelent meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem örülünk neki, illetve hogy nem köszönjük mindazt, amit eddig letettek. Úgy gondoljuk, hogy ez a 25 év egy kellő motiváció vagy inspiráció lehet azoknak, akik majd ezt 25 év múlva kinyitják ezt az időkapszulát. A felirat, amit el fogunk helyezni az időkapszula fölött, ez pont erre hívja fel a figyelmet, hogy 25 év múlva nyisd ki, olvasd el, hogy mit hagytak rád az elődeid, illetve a benne elhelyezett levél, és ennek az üzenete pedig felkéri az akkori városvezetést, a fiatalokat, a civil szervezeteket, hogy az azóta eltelt előttünk levő 25 évet foglalják össze. Illetve mindezek mellett, ahogy illik és ahogy szokták, a mostani városvezetésnek a népsora, hogy ki az önkormányzatnak a tagjai éppen ebben az évben is, innentől ki a városnak a jegyzője, illetve per pillanat 2021 évben ki Nagymaros városnak a polgármestere. Ezt ünnepélyesen el szeretnénk most itt helyezni. Meg szeretném kérni a pénzügyi bizottság elnök urát, hogy segítsen nekem ebbe a műveletben, megkötjük egy nemzeti színű szallaggal, elhelyezzük a kapszulába és elhelyezzük a előkészített urnába. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden nemzet életében vannak kitüntetett történelmi pillanatok, a megérzett, kivívott, megtapasztalt szabadság mámorító napjai. A 20. században csak rövid időszakokra adatott meg a magyar népnek, hogy szabadságban éljen. A legfényesebb pillanat az 1956-os magyar forradalom volt. Ez a forradalom kiemelte a magyar népet a rabbá tett nemzetek közül. Ez a forradalom megmutatta, hogy van élet a vasfüggöny mögött. Ez a forradalom
bevilágította a 20. századot. Ez a forradalom volt az a pillanat az egyetemes történelemben, amikor Magyarország erkölcsi és politikai példát mutatott a világnak. 1956. októbere visszaadta a magyar nép méltóságát, mert a szabadság akkor is ért elődeinkben, amikor nem élhettek szabadon. 65 évvel később emlékezünk együtt itt, Nagymaroson. Fejet hajtunk az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai, ismert és néptelen hősei előtt. Hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közösség! Már hagyomány városunkban, hogy ezen az ünnepi megemlékezésen köszöntjük 1956 nagymarosi érintettjeit. Sajnos már egyre kevesebben lehetnek közöttünk. Villányi Mátyás urat szeretnénk köszönteni, de az ő egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy itt legyen velünk, ezért kérem dédunokáit, akik ma itt ebben az ünnepi műsorban szerepelnek, Villányi Izabel és Dominik jöjjenek és vegyék át a dédi papa virágját, és juttassák el hozzá az ünnepség után. Sajnos Flamich József úr ma hajnalban örökre elaludt, ezért őt nem tudjuk már köszönteni körünkben, pedig évtizedek óta mindig, minden ünnepségen itt volt velünk együtt. Kérem, álljanak fel, és egy perces néma csenddel emlékezzünk rá a himnusz eléneklése előtt. Kérem Heinzinger Balázs urat, Nagymaros város polgármesterét, hogy köszöntse az ünneplő közösséget. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm városunk országgyűlési képviselőjét, Rétvárdi Bence urat. Köszöntöm képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, a pedagógusokat, a gyerekeket, akik ma szerepelni fognak, és mindenkit, aki hozzáig tartozik, rokon, szülő, nagyszülő. Pár perccel ezelőtt lent a Dunaparton elhelyeztünk egy időkapszulát. Hogy jön össze az időkapszula október 23-ával? Az időkapszulában elhelyeztünk egy nagymarosi újságot, ami az elmúlt 25 évet foglalja magába. Minden olyan fejlesztés,
minden olyan tett, ami Nagymaroson akár a civil szervezetek, a sportegyesületek, az egyházak tettek, vagy bármi, ami történt városunkkal, megpróbáltuk, amennyien lehetett, ebbe a számba összesűríteni. Nyilván nem tudott minden belekerülni, de a legfontosabbakat úgy gondolom, hogy ki tudtuk emelni. Ez bemutatja mindazt a munkát, mindazt az alázatot, mindazt a szeretetet, amit az elmúlt 25 évben az itt lakók, az itt élők és az itt alkotók tettek a városért. Ez az újságot ugyanolyan szeretettel készítettük, és a benne levő érték, ami ebben benne van, sok üzenetet ad minden nap számunkra. Az a cél, hogy 25 év múlva, amikor újra kibontják ezt az időkapszulát, az az üzenet, amit ott elhelyeztünk, azok a történések adjanak inspirációt, adjanak motivációt az akkori fiataloknak. Én azt gondolom, hogy október 23-án, 1956-ban, amik történtek, vagy a történelmünk bármelyik korszakára, ha gondolunk, és megemlékezünk, addig azok az emlékek, és azok az értékek, és azok az abból vett tanulságok élnek, és kötelessünk ezeket továbbadni. 56 emléke, azzal, hogy évről évre megemlékezünk az ottani eseményekről, az ott történtekről, az országunknak a sorsáról, ez a kis időkapszula az ott van a szívünkbe, a lelkünkbe. Nagyszüleink, dédszüleink, rokonaink, barátaink életén keresztül, azoknak az életén keresztül, akikre megemlékeztünk kint a temetőben, vagy azoknak az életét, amit majd be fogja mutatni az iskola által a színdarab. És ez a pici szikra, ez a kis kapszula, amit a megemlékezésről évről évre viszünk magunkkal, vagy a mindennapjainkba, ezt nem kell kinyitni 25-50 év múlva, vagy 100 év múlva, mert folyamatosan kinyitjuk, ha emlékezünk. És én azt kívánom, hogy azok az megemlékezések, amik történtek a történelmünkbe, az országunkkal, hogy azt ne felejtsük el, hogy ezt a kis időkapszulát vigyük mindig magunkkal, adjuk tovább a gyermekeinknek, unokáinknak, és hívjuk el a figyelmet arra, hogy ők is adják tovább. Ez feladatunk, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi minden történt az országgal. Felolvasnák egy levelet, szeretnék felolvasni azt a levelet, amit elhelyeztünk ebben az időkapszulában, amit valahogy egy ilyen összefoglalásként szeretnék üzenni azoknak, akik ezt majd 25 év múlva kinyitják. Kedves barátaim, akik 2046-ban felnyitjátok ezt az időkapszulát, először is szeretettel köszöntelek benneteket, akik a mostani középgeneráció unokái vagytok. Az előző század egyik szentjének, a lengyel származású II. Szent János Pál pápának az üzenetét küldjük nektek a múltból. Ne féljetek! A mi generációnk nagyszülei harcoltak a II. Világháborúban. Elhurcolták őket a Málenkény robotra, kitelepítették sokakat, szovjet megszállás alatt voltunk 1991-ig. Ma, a rendszerváltás után 30 esztendővel elmondhatjuk, hogy hazánk emelkedő pályán van. Számos olyan gond, ami az Európai Unió országaiban jelen van, hozzánk még nem gyűrűzött be. Körvonalazódik egy erős, egymásra utalt és egymással békességben élni akaró köztes Európa a Baltikumtól a Balkánig. Bízunk abban, hogy mi itt meg tudjuk őrizni az európai értékeket, a nemzetet, a családot és a kereszténységet, és ami nekünk csak remény, nektek már valóság. Soha ne feledjétek, hogy amíg a stafétát tovább tudjátok adni, addig a verseny, a mozgás és a szépséges élet nem állhat meg. Mondjátok és meséljétek el az élet igazságait. Tanítsátok gyermekeitek ti is hálára, munkára, tiszteletre és tisztességre, és küldjetek ehhez hasonló üzenetet annak az utókornak, ami tőletek már csak fele olyan távol van, mint tőlünk volt, amikor ezt nektek szólót fogalmaztuk. Éljetek boldogságban és békességben egymással, múltatokkal és jövőtökkel, a természettel, a világgal, a nektek rendelt sorsotok szerint. És egy ma nagyon népszerű dal szövegével bíztatjuk magunkat és benneteket is. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, akik körbeállnak,
Mikor kölbe állnak az ágyon ugrának, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen boldog voltam, amikor neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé onnan el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melódráma, senki bele nem halt még a komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek ölni, menni, kezdjetek szeretni. Szeretném felkérni Rétvári Bence államtitkár urat, városunk országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg megemlékező gondolatait. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Bár nem egy történészi kérdés, de az utóbbi napokban belegondoltam, hogy milyenek lennének a napjaink, hogyan gondolnánk vissza a második világháborútól a rendszerváltoztatásig terjedő időszakra, ha nem lett volna 56-os forradalom, hogyha nem lenne október 23-a. Lehet, hogy azt gondolnánk, bár mivel ismerjük a szüleinket és nagyszüleinket, lehet, hogy mi talán nem, de lehet, hogy sokan azt gondolnák, hogy ebben az időszakban végül is a magyarság elfogadta ezt a helyzetet, azonosult a szovjet megszállás ideológiájával, és ebben a 40 évben hellyel közzel egyetértve túl is élt, és építette azt, amit akkor a megszálló szovjet hatalom és a kommunista vezetők mondtak, hogy építeni kell. Lehet, hogy sokan ezt gondolnák. Hogy miért nem gondoljuk ezt? Azért, mert 1956-ban, alig 8 esztendővel azután, hogy a kommunisták átvették Magyarországon a főhatalmat, és azon nyomban diktatúrát építettek ki, hogy a szovjet csapatok, amint beléptek országunk területére, rögtön meg is szállták országunkat, hogy a nyugati hatalmaknak egyetlen egy szava sem volt az ellen, hogy ide szovjet megszállási övezet terjesztődjék ki, és Közép-Európában mintegy 100 millió embernek, vagy talán több is, mint 100 millió embernek a Baltikumtól a Balkánig megkeserítsék az életét, elvegyenek két generációnyi időt ezen ország történetéből. Nos, tehát úgy gondolnánk, hogy lehet, hogy ebbe ott akkor a magyar emberek belenyugodtak. De nem nyugodtak bele, nem törődtek bele, nem azonosultak ezzel. Az, hogy vannak életmentők a holokauszt idejéből, az, hogy vannak 56-os forradalmárok kommunista időszakból, azt mutatja, hogy a magyar emberek soha semmikor nem fogadták el, hogy a szabadságokat elveszik. Soha semmikor nem azonosult a magyar emberek széles tömege egyik 20. századi gyilkos ideológiával sem. Nem lettek sem barnák, nem lettek sem vörösek a magyar emberek, annak ellenére, hogy bakancsok nyugat felől, bakancsok kelet felől, lánctalpak nyugat felől, lánctalpak kelet felől bizony-bizony felszántották a Kárpát-medencét és felszántották Magyarországot. Egy erkölcsi magasság az, amit az 56-os forradalmárok adtak. Fiúk és lányok, 10-20 évesek, egy szál lódenkabátban, valahonnan szerzett valamilyen fegyverrel, amit talán nem is tudtak teljes mértékben kezelni, egy molotov koktéllal a kezükben. Ők adják meg a 20. századi méltóságunkat. Ők mutatják ezt, hogy míg más nemzetek olyan ideológiákat vittek szanaszét a világban a 20. században, ami 100 milliónyi embernek a halálával járt, és milliárdokat vitt háborúba, vagy valamilyen szegénységbe, nélkülözésbe, elnyomásba, mi magyarok egyiknek se hódoltunk be, mi magyarok mind a kettőnek ellenálltunk. Miért tanulunk történelmet? Ez nem csak a középiskolás vagy általános iskolás években jut az ember eszébe egy-egy témazáró előtt, hanem azután is, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy életünkből sok száz vagy sok ezer órát azzal töltöttünk, hogy évszámokat, neveket tanultunk, csatákat, békéket, térképeken vastagból vékonyodó nyilakat, amelyek egyik hegyről a másikra mutatnak. Néztük Hammurapi törvényoszlopától kezdve egészen a Neil Armstrongig és a holdra szállásig a képeket vagy szobrokat a történkönyvben. Miért nézzük ezt? Nyilván most nem egy pedagógiai előadást akarok tartani, ami a kognitív képességek emeléséről szól, hanem inkább egy történelem iránt érdeklődő emberként mondom ezt, és egy történelem tanár pedagógusnak a fiaként is, hogy azért, mert ezzel azt látjuk, a történelem nem is a maga technikájában, de a maga elveiben, a maga tendenciájában azért ismétli önmagát. A mai gondolatom is a máról is szólnak, a közelmúltról is, meg a régmúltról is. És nem véletlenül azért, mert
Mert azért tanuljuk a történelmet, hogy még egyszer ilyen hibákat ne kövessünk el. Azért tanuljuk a történelmet, hogy megtanuljuk, hogy mi magyarok 1100 éve, erről augusztus 20-án már bőven beszéltem, mennyi minden teljesítményt tettünk le az asztalra, és ezért miért lehetünk büszkék arra, hogy mi itt vagyunk Magyarországon, és a Kárpát-medence legjelentősebb nemzete a magyar nemzet. Másrésztről pedig tanuljunk akár a magunk, akár mások hibáiból, a magunk helyzetéből, vagy mások helyzetéből, hogy még egyszer bármilyen jogfosztás, bármilyen szabadság elvonás ne történhessen Magyarországon. Ezért is fontos a történelemre rátekinteni. Az előbb is utaltam azonban arra, hogy a szovjet csapatok, ugye itt Magyarországon lényegében jogszerűtlenül tartózkodtak 1956-ban, hiszen az 1947-es párizsi békeszerződés azt mondta ki szó szerint, a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erők tartására, amelyekre szüksége lenne ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek az ausztriai szovjet övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa. Szólt szó szerint a békeszerződés, magyarul 1955 után, miután kivonultak a szovjet csapatok Ausztriából, semmifajta jogcíme nem volt a szovjet csapatoknak itt tartózkodni. Egyetlen egy szerződés, semmi más nem garantálta ezt, hogy ők itt maradhatnak, egy dolog garantálta számukra, az ököljog, az erőhatalma, hogy ők már pedig csak azért is itt maradtak, és az, hogy sem az ENSZ, sem egyetlen egy nyugat-európai ország, a világ szabad nemzeteinek egyike sem emelt szót azért, hogy nemzetközi jogot megsértve tartózkodnak itt Magyarországon a szovjet csapatok. Vincenti Józsefet szeretném idézni. Vincenti arról ír, hogy miért, milyen célból tölt ki a forradalom, mi volt a forradalmároknak a célja. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akar dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Az elején azt mondja Vincenti, hogy szabadon akartunk dönteni arról, hogy miképpen éljünk. A forradalom talán legismertebb szimbóluma a lyukas zászló. A zászló ugye azért lyukas, mert a kommunista ideológia szimbólumát kitépték, kivágták, kihasították belőle a forradalmárok. Az első pillanatok ezzel kezdődtek. Mert volt ami ősi, történelmi szimbólumrendszerünk a piros-fehér-zöld zászlóval, az Árpádok szimbólumával, a sávokkal, a kettős kereszttel, Szent István jelképével, az apostoli kereszttel, hármas halom, azt hiszem itt nagyvonosan nem kell magyaráznom. És ezt lecserélték a kommunisták az éppen akkor aktuális ideológia szimbólumvilágára. És a nemzeti jelképek helyett a 200 éves, meg 500 éves, meg 1000 éves, meg 1100 éves nemzeti jelképek helyett az éppen aktuális vidág ideológiai szimbólumait ráhúzták, elé húzták a magyar szimbólumoknak. És megengedték azt, hogy az akkori diktatúra a szókészletet is megváltoztassa. Nem lehetett egymásnak uramnak, meg asszonynak hívni, hanem akkor azt mondták, hogy elvtársnak kell hívni a másikat. Pedig mi így hívtuk egymást évszázadokon keresztül. Nem bíztak a magyar emberekben. Nem bíztak abban, hogy a magyar emberek a gyerekeiket jó kommunistának fogják nevelni, akik majd építik a szocializmust. Ezért kitaláltak civilnek mondott szervezeteket, akik kék és piros nyakkendőt kötöttek a gyerekeknek a nyakába. És úttörőként, kisdobosként próbálták őket jó kommunistává, jó szocialistává nevelni, mert nem bíztak a családokban, hogy ezt megteszik. És akkor a családok ellen is nevelték. Akár arra is nevelték őket, hogy jelentsék fel a saját szüleiket, hogyha a szüleik otthon nem úgy beszélnek, mint egy jó kommunista, vagy mint egy jó szocialista. De a rendszer nem csak a szülők nevelésében nem bízott, és ezért civilnek mondott szervezeteken keresztül az iskolákban próbálta átnevelni a gyermekeket, hanem nem bízott a munkavállalókban. Ezért ideológiai felvonulásokra kivezenyelték a legnagyobb cégek a munkavállalóikat, emlékszünk ezekre a fekete-fehér képekre, a nagy vállalatoknak a neve mögött, a különböző kommunista ideológiai felvonulásokon végig vezényelték a magyar embereket. Mert ahogy Vincenti fogalmazott, a nemzet szabadon akar dönteni arra, hogy miképpen éljen. De a kommunisták nem akarták, hogy az emberek bárhol, otthon, az iskolában, a munkahelyen, vagy az utcán, vagy bárhol szabadon döntsenek arra, hogy miképpen éljenek, majd ők meghatározzák, hogy a gyermeket hogy kell akár ilyen közös, nagy, hétfőtől péntéki tartó bölcsődébe beadni, őt majd az állam neveli helyettük,
panelházakba telepítette őket. A régi, hagyományos magyar építészeti stílust, a hátulra egyre bővülő tornácos házat is kicserélték kocka alakú házakra, amelyeknek már nem volt kapcsolata a kerttel, mert a TS-ben kell iparosítottan mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozni. Nem a kiskertben, ne legyen tornác, ne legyen kapcsolat, zárkozzon befelé a ház, ne nyíljon ki a kertre, mindenki egyenházakban, egyen gondolatok mellett egyen ételt tegyen, egyen programokra járjon, egyen ruhát viseljen. Ez volt az akkor ideológia, és hát óvakodjunk attól, hogy ma is bárki meg akarja szabni, hogy hogyan éljünk, hogy az iskolában át akarja nevelni a gyerekeket, vagy esetleg munkahelyek felvonásra vigyék az alkalmazottaikat egy-egy ideológia jegyében. Ismét egy idézetet hoznék. Örkény Istvántól. A Szabad Kossuth Rádióba írt ezeket a sorokat, nem hangzottak el, de az utókor számára megerőkítődtek. Idézem Örkényt. A rádió hosszú éveken át a hazugság szerszáma volt. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Ez egy 65 éves idézet. Felolvasnék egy 15 éves idézetet is. Azt hiszem tudják, melyik lesz. Hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. A magyar embereknek az igazság iránti vágya az szinte korlátlan. Sajt talán egyik másik történelmi pillanatban, hogy azt a döntést hoztuk, amit hoztunk, hogy nem a racionalitás meg a fondorlat, hanem az igazság vágyunk vezetett minket, ez lehet, hogy kicsit többlet erőfeszítéseket is eredményezett, ugye? Cum Deo pro patria et libertate, Isten a hazáért és a szabadságért írta Rákóczi is a saját zászlóira. A magyar ember nem tűri azt, amikor nem igazat beszélnek neki, és hazudnak neki, és az is látható, hogy amikor az országunk egy időszakon keresztül a hazugságra épül, a termelési jelentésekben vagy másfajta jelentésekben meghamisított számokra épül, akkor előbb-utóbb az országunk sem teljesít úgy, mint hogy a magyar emberek teljesítménye teljesíthetne. Éppen ezért az emberek is egyre rosszabb körülmények között élnek. Amikor nagyon kritikus helyzet van, akkor ilyenkor jönnek a padlássörpések, amikor kevésbé kritikus helyzetek vannak, akkor ilyenkor nő a munkanélküliség, vagy csökkennek a fizetések. Mert a nem az igazságra épített rendszer, a hazugságra épített rendszer előbb-utóbb összecsuklik, és a magyar emberek ezt nem viselik el. És ilyenkor a magyar emberek békésen, egymásba kavarolva, fegyverek nélkül, de kimennek az utcára, és tiltakoznak az ellen, hogy hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon, akkor éppen a rádió, vagy később valami más. És kimennek békésen, és demonstrálnak kitartóan, akár hidegben is, esőben is, szélben is, mert nem tűrik el azt, hogy az arcukba hazudjanak azok, akik azért lennének, hogy őket szolgálják. És ilyenkor valahogy mindig a hatalom reakció is ugyanaz. Bizonyos műfajban koronként más, de ilyenkor hatalom meg erőszakhoz folyamodik. Erőszakhoz folyamodik, hogy rendőröket vezényel ki, vagy néha éles lövedékkel, néha gumilövedékkel, de igyekszik erőszakkal visszatartani azokat, akik azért mentek ki, mert nem tűrik azt, ha nincs igazság. Engedjék meg, hogy a másik idézetet is felolvassak. Október 25-e volt ugye az a nap, amikor Apró Antal sortüzet vezényelt a Kossuth téren. Ezen a napon Kádár János a következőket mondta. Pártunk vezetősége teljes egységben állást foglalt amellett, hogy az állam ellen irányuló fegyveres támadást minden lehetséges eszközzel vissza kell verni. Ez volt 65 éve, szeretnék egy 15 évvel ezelőtti idézetet is felolvasni. Szintén a rendőröknek szólt. Uraim, önöknek az a dolguk, hogy vigyék meg a közrendet, a közbiztonságot, ehhez használjanak fel minden eszközt, ami törvényesen a rendelkezésükre áll. Meglepő párhuzam, hogy a magyar emberek mindig ugyanúgy reagálnak arra, hazudnak nekik, és a hatalom mindig ugyanúgy reagál arra, hogyha a hazugságot nem tűrő magyar emberek az utcákra vonulnak. Nagyon sok megemlékezésnek része, hogy fényképeket vetítenek ki, vagy rövid felvételek vannak, videófelvételek vannak arra, hogy vonulnak az emberek, vagy ahol valahol állnak. És nagyon jól tudjuk, hogy mi számunkra ez egy szívbemarkoló látni az embereket, hogy bátran kiállnak és demonstrálnak a kommunista diktatúra ellen.
De bizony ezeknek az embereknek 1956. novembere után, meg 57-ben, meg 58-ban életveszély volt egy-egy ilyen felvétel. Mert ami a kommunisták kezébe került, azon megpróbálták egyenként beazonosítani az arcokat, és szerintem minden, sok mindenki tud olyan történeteket mondani, hogy valakit így beazonosítottak, akár 57-ben, 8-ban vagy később, beívták a munkahelyre, és mondták, hogy ki van rúgva, vagy le van fokozva, vagy ezért indítottak ellen eljárást, és ezért börtönözték be, ezért bélistázták, vagy bármilyen más szankciót ezért foganasítottak vele szemben. Mert ezen fényképek alapján, ezen videófelvételek alapján hajtóvadászatot indítottak mindenki ellen, aki ott volt az utcákon. Emlékeznek arra a képre, amikor 15 évvel ezelőtt kék színű, színes tintával lőttek a vízágyuk az emberekre? A vízágy alapvetően nem színes, mert arra szolgál, hogy az embereket visszaszorítsa valahonnan. Azért festik meg, hogy megjelöljék azt, aki ott volt, és utána hajtóvadászatot lehessen az utcákban folytatni ellene. Még egy gondolatot engedjenek meg, hogy elmondjak. Nagyon fontos, hogy mindig tisztában legyünk azzal, hogy valóban a mi sorsunkat mi magunk alakítjuk. Azt is, amikor pozitív, és azt is, amikor negatív. Talán a legtöbb hibát akkor követtük el, amikor abban bíztunk, hogy mások helyettünk a mi számunkra kedvező döntést fogják hozni. Nem voltunk ott Jaltánban, nem voltunk ott Teheránban. Egy kis letépet papír darabon, a legendák szerint egy letépet papír darabon, fölírt a Sztálin az országok neveit, Churchill és a többiek pedig csak rábólintottak. Igen, ezek az országok akkor mehetnek a szovjet megszállási övezetbe. Aztán lehet, hogy voltak néha újságok, hogy a Szabad Európa Rádiónak egy-egy adása, ami fogható volt Magyarország egyes részein, de azokkal nem igazán lehetett a szovjet csapatokat kiűzni. Fontosak voltak, sokakban éltették a tüzet, sokakban éltették a reményt, hogy föl tudják venni a kapcsolatot Nyugat-Európába menekült honfitársaikkal, de alapvetően mindig mi magyarok magunk tudtuk kivívni a saját szabadságunkat. Viszont mi magunk, magyarok, előbb-utóbb minden diktatúrát legyőztünk, minden megszálló hatalmat elüldöztünk a Kárpát-medencéből. Ezért fontos nekünk mindig a nemzeti érdeket nézni. Nem azt, hogy éppen kihez és hogyan lehet igazodni, hanem nemzeti érdekből kiindulni. Mi Magyarország érdeke? Geopolitikailag, gazdaságilag, vagy bármilyen más módon. Ez a legfontosabb talán, hiszen a pesti srácok, 10-20 éves fiatalok, kezükben a Molotov koktéllal, szemben velük az akkori hadi csúcstechnika, csúcsgépei, azok a tankok, amelyekkel a szovjet katonák felvonultak ellenük, ők is a nemzeti érdeket és a szabadságvágyat néztek, és csak ezért kockára tettek bármit. Persze kellett ez egy azt megelőző 8 év is, amikor a diktatúra őket is olyan nincstelenné tette, hogy úgy érezték, hogy szinte már nincs is kockáztatni valójuk. Nagyon büszkék vagyunk az 56-os fogadalmárainkra. Nagyon örülünk, hogy ők vannak, mert a magyarságnak önbecsülést adnak. És azért emlékezünk rájuk, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő, nem tudjuk, milyen birodalmak, milyen ideológiák akarnak még a jövőben, amíg azt az időkapszulát majd 30 évvel ezután valaki kinyitja, abban az időszakban, vagy rá még 30 évvel újra Magyarországon ideológiai elnyomást, vagy gazdasági elnyomást, vagy valamilyen politikai elnyomást itt végrehajtani. De ahol emlékezünk a hősökre, ahol tiszteljük a hősöket, ott mindig lesznek újabb és újabb hősök. Éljen a magyar szabadság, éljen haza! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepi megemlékezésünk a Kittenberger Kálmán Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak műsorával folytatódik. A műsort összeállította és betanította Hanvasné Hortoványi Gyöngyvér, Vitéz Katalin és Feketéné Batyányi Katinka. Köszönjük munkájukat! Köszönjük Féja Lőrinc és Papa Árpád tanulóknak, valamint a 950-es számú Szent Gellért püspök cserkész csapatnak a közreműködést. Az előadás után a szereplők vezetésével, mécsesekkel kérem vonuljunk át együtt a főtéri hősi emlékműhöz, hogy ott elhelyezhessük a hála és emlékezés koszorúit és mécseseit. Nem múlt mennyékem, nem történelem, de húsom, vérem, légyem egy darabja, szívem, gerincem. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, és korlát nincs sehol sem.
Életemnek te adtál értelmet, vadállokat éjjelre, s kedvet, a szenvedéses, az örömhöz, te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor itt lettél meg, és nem engedtett, hogy kifüledjek őt. 1956 a csillag. Oly könnyű volt a nehéz út veled. Nagyon sok elsütött őszájomra, ragyog sírom fele. Édesapám, vigyázzon ön édesanyámra! Nyugodj meg, fiam! Mi otthon már ismerjük ezeket. Vagy a kollégák, hogy a kommunisták ellen szervezkedőket ügyik. Mindegy, nekik csak fölre tiporhassanak valakit. De azért kerüld őket, fiam! Tanulj, hogy jó állatorvos légy, s nyomdokaiba lép. Úgy lesz, édesapám, ahogyan szeretnéd. Üdvözlöm a szerencséjeket! És olyan energiák szabadultak fel, amelyek az egész emberi világot megrázkódtatták. 10 millió lélek hivatásos gyújtogatók nélkül lángalobban. A második világháború befejezése Magyarország számára nem hozta meg a békés fejlődés lehetőségét. Idegen megszállás következett, és népellenes, kommunista diktatúra került hatalomra. Követeljük a koncepciós perek felülvizsgálatát! Az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását! A Kossuth címer visszaállítása. Március 15-e legyen nemzeti ünnep. Október 6-a pedig gyászünnep. Függetlenség, szabadság! Függetlenség, szabadság! Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt, sem élő. Sehol. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt. És ez a szabadság. És hogy futott előle a basság. Pattant a ránk szorított bilincs, amikor utcára lépett a sok nevelincs. A sokat emlegetett nép. Aki látta, felejthetetlen a kép, ahogy ott vonult, ahogy a veres csillag az utcára hult, ahogy dőlt a szobor, s még dőltében is ölt, ahogy egy nép ellen fordult a gyilkos tőre, s aki addig nem hitte, láthatta, hogy gyilkosra is ő, nem csak őre. Azt hitted, hogy véget ért a rabság, s hogy elérkezik végre a szabadság, és hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadja. A csillag lehult, a nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok? Nem kértél sokat, csak az életet, balgán azt hitted, hogy ellenértéknek beszámíthatják talán a béredet. Vér, vád. Vér, vád. Vér, vád. Aléltem elhagyom. A puszta föld. Ököl, szorít, földedbe bevernek, mint jelzőkarót. Élethosszig fizetheted ezt az adót. Jön a defterdár, s tőle megtudod, néhány szép napért mennyi az ár. Mi volt az életed? Hiába kérdezett. Ahogy helyed nézed népeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsin kokárda vagy világnak gombjukában. Szia! Te honnan érkeztél ide a tüntetésre? A műegyetemről. Eláruld a neved? Kárpáti Katalinnak hívnak, de szólíthatsz nyugodtan Katának is. Ifjabbik Tatai Zoltán. Megkifadlak egy süteményre? Persze, köszönöm. József város mélyén, hol sötétek a fények,
Egy szürke lányt neveltek az 50-es évek, és a kárpáti éklánya félig volt csak árva. Az apja eltűnt, s a család hiába várta. A Józsefváros mélyén, hol a házak összesültek, ki tudta 56-ban, mit hoz a holnap. És a kárpáti éklánya a randevúra várva, egész nap egy dalt húdott magába. A Józsefváros mélyén, hol a házak összesültek, a viharban egy lány szívlánga gyulladt. És együtt mentek el a sarki cukrászdába, s a fiú befizette Stefániára. Október 22-én a diákszervezkedés felgyorsult az egész országban, és küldötteiket a Budapesti Műszaki Egyetemre irányították, ahol nagy gyűlést tartottak, és megfogalmazták követeléseiket, a híres 16 pont első változatát. Megjöttek a miskolci egyetemisták! Itt van a Szegedi! De beszélünk sem maradhatni! Mi a Zájátorvosi párt képviseljük! Mi pedig a műegyetemre jöttünk! Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat! Úgy van! Aki magyar velünk tart! Úgy van! Nagy Imrét a kormányba Rákosít a Dunába! Úgy van! Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon! Veszel az önkét, él a törvény! Éljen! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Holnap találkozunk a BEM szobornál. Ott leszek. A forradalom alatt Budapesten... A forradalom alatt Budapesten összességében néhány ezer fő vette fel fegyverrel a harcot. A fegyveres felkelők többsége munkás fiatal, kisebb része diák, főleg egyetemisták, és sajátos jelenségként számos tizenéves fiú. Ők voltak a forradalom jelképévé váló pesti srácok, akik a vakmerő tankok elleni molotov koktélos akcióikkal hamar hírnevet szereztek maguknak. Te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, kinek az élete vagy 15 sivár tavasz. Te, kiben már az ABC-ben tömték az ideológiát, a szovjet tankok vaktüzében zented a szabadság talán. A tankok acélzáporában sem remeg egy gyenge kezed, bátran markoltad meg a géppisztolyt és szórtad rájuk a tüzet. Kicsi szíved után összerezzed, de lábad bátran szaladt, kezedből nyugodt, biztos hibben repült a benzines palack. Éreztett a barikádokon, a nemzeti dal szólt az ajkakon, hogy talpra magyar szentülés viszünk, mi rabok többé soha nem lesz. 1956-ban elmondtuk versben,
zentük dal van, hogy búst tegnapra vékolnap köszön, mert nem kívánunk újabb vérözön. Hisz elhullott már annyi jó magyar, s a nép most békét, megnyugvást akar. 1956-ban mindnyájan egyek voltunk abban, hogy rabláncainkat nem hordjuk tovább, és a megszálló svábjait hadát elűzni nem van elég erőm, és lesz még boldog, szép magyar jövő. Kata, hallgasd a rádiót! Az Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen arangdió fákon. Nincsen más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogta a szaporán szárnyad, repülj, suhog, mert nagyon várnak, ne beszélj nekik a világról, ahol gyertyafél lángol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír, zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról, mondd el, mert ez világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája. A csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok-e soknak, imádkoznak, vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népe Krisztusa, Magyarország. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet eleven tellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Magyarországra.
légy híve rendületlenül, hazádnak, ó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors kezem. Itt élned, halnod kell. Thank you.
Thank you.